Na erre csapkodjátok a lájkot, hagyd legyek én is celeb. Ezt nézzétek, ilyet még úgy se láttatok. Az összes külső műanyag felületet, beleértve a lámpabúrát és a lakfekete bioszlopot, szanaszét Marta, a kátrányoldó. Alapos mosáson túl vagyunk, meg a gyurmázáson, hozzá sem szagolt. Márkát szándékosan nem mondok ismét, a kedves tulaj a fagyantát próbálta leoldani az autóról, árnyékban is állt az autó, nem a napon lett csinálva, vizes felületre fújta, nem szárazra, és mégis ez történt. Először kimaszkolom alaposan a B-oszlop körüli gumikédereket, hogy ne kenjem össze polírpasztával, majd jön az első lépcső, a titokzatos kék színű durva pasztával, amit holnap felfedek nektek. A második lépcső Koch közepes koronggal és Koch F6 közepes pasztával, harmadik lépcső pedig a Koch finish koronggal és Koch M3 finish pasztával, a gép Liquid Elements A1000-es. Nézzük, milyen lett a B-oszlop. A videóban összesűrítettem a lényeget, de ez a folyamat korán sem volt ilyen egyszerű, mint amennyire látszik. Annyira bemarta magát a kátrányoldó, hogy újjal érezni lehetett a barázdákat. Egy apró baki, egy rossz termékhasználat és egy felső kategóriás autónál rögtön ilyen károkat okoz. Viszont a végeredmény az ilyen lett. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!